hát illene tudni, hogy a vezérszónoki rendszerbe kötelezve a 20 perc. Igen, az alsó határ. Tudnék, itt nagyon sokszor a vezérszónokinak inkább az a praktikus volta, hogy nem verik szét, bocsánat, azt mondja, a kétpercesek, és igazából elég lenne egy 10 perces vezérszónoki annak a funkciónak az elérésére, hogy legalább az első körbe szépen végig menjenek. Teljesen logikus, amit mondasz, ezt ilyen önkorlátozással tudtuk most elérni, hogy igen, most bizonyos szempontból megvolt. Nincs annyi beszéd, akkor minek annyit beszélni. Hát jó. Nincs annyi mondani való. Két perces szót kérők. Nem te figyelni az életet. István, de hogy lett ebben ezt? Mert a meghirdetett program szerint csak hozzászólott. Hol? Például ennél a országgyűlési képviselőt. Ott folytatás van. Ez a vita folytatása. Nem. Az most egy általános vita a lezárási. Picit, várjuk. Mire beszélünk? Az 15 perces. Ez 15 perces, ez nem vezérszónoki kör. Jó, bocsánat, az jó, a következő, igen. A következő, az a kormánytisztviselő. Ez vezérszónoki 20. Pillanat. Ez az első nem vezérszónoki. Ez nem vezérszónoki. Itt a két perces az mehet. Mehet rögtön az első, mehet, után a két perces. Igen. Hadd jó. Fogjon az idő.